Itt vagyok, fel vagy iratkozva? Fel, gondolom, mert ha nem vagy, iratkozz fel. Hoppá, mindjárt, kapok vagy a rögöt a fel. De ne szóljatok semmi srácok, mert lehet, hogy kincs van-e, érted? Lehet, hogy kincsen keresünk itt. Szép jó napot kívánok minden kedves kollégának, üdvözlök minden kedves nézőt, itt vagyunk a legeslegújabb vlog videóba, amibe folytatni fogjuk a burgonya előkészítésének a földjét, a trágyázással. Azt mondtam, hogy nem lesz több videóról, de pedig most lesz. Azért is, hogy lássátok, hogy mennyi trágyát fogunk rátenni arra a kis földre. Itt van csak az 580 ember, meg a Krone Optimát szauróval. Itt van még a birka trágya, amit maradt. Ide ki lehet hozzá innen a benti mama hodájából. Ugyebár itt még van majd 2 szauróval szerintem, vagy maximum 3-mal. Ezt most fel fogjuk rakni a szauróra. És akkor megyünk és ki fogjuk szólni még a kerbe. És akkor minden pacek lesz, Csabi. A kerék az enged. Lemertem jönni véle, fiúk, de neccesen mertem lejönni, mert féltem, hogy még itt is le fog engedni. Hát ha leenged, akkor itt valahogy meg fel tudjuk, lehet fújni, de messzire nem mennék erre le. Onnan a háztól jöttem ugye le idáig. Híre van, milyen trágya ez, hogy... Ez olyan kemény birka trágya. Nem zöbb is van benne, hogy benne a tartogatok, hogy a hátuljára. Hát, hogy ide jövök, ez volt arra, hogy halljátok, hogy sisztelj a kerék. Pont belül szerintem. Szépen maradjunk, srácok. Amíg csak rámegyem. Legalább ez lesz már itt, nem úgy, mert itt a kaszállóban elfoglalja ezt a kis helyet is. Bár nem kár értem, de ne legyen már ott a ősi jó, aki lesz szóról. Még kutya után lesznek itt a kert. Azért gondoltam, srácok, hogy viszünk még ebből a trágyából is, mivel ez még nincs ennyire kiszáradva, még sokkal érettebb, mint amit tegnap hoztunk a videóban, ugye láttátok. És remélem, hogy ez még jobb lesz a burgonya alá, ez még jó nedveses. Hoppá, mindjárt kapok egy adagot a fánba. Nem tudom, hogy a szállóra lemegyen, nem probléma. Csak kerék, te bírd ki! Egyszer jöjjön már meg az új gumira ember, hogy még mindig, mikor a legtöbb meló van, akkor jönnek az ilyen defektek, de hát ez ezzel jár. Ezt tudtuk is, hogy mi mikor már megvettük a gépet, mert akkor tudtuk, hogy a kereket kell rávegyünk. Elő vagy utóbb, meg is mondtuk apjá, hogy erre rá kell számolni az összeget. Hiába annyi az ára, mint amelyik a jó gumi van, ezeket meg kell venni rá, hiába, nem utol rá egy gumi se, de hát ez ezzel jár. Senki nem fogja eladni a traktót, úgy jövesz rá még új gumit is. Ha úgy sem fogják kifizetni az árát, a traktorok nem fognak többet a traktori hiába új gumi van rajta. Azért nem vesz rá egy eleve is a új gumit, inkább beleadja úgy, amilyen szar gumi van rajta, nem számít nekünk csak. Csak jó. Van itt a 300 róla biztos. Ezek a gépek mennyivel megkönnyebbítik az életünket. Hú, el sem tudjátok hinni, hogy mennyire örülünk annak, hogy már nem kell úgy kézzel rakjuk, mint régen.
Hálásanak meg oda jutottunk, hogy még mindig azért kell kézzel rakni, de már a nagyját azt nem kell felrakni kézzel, de bár otthon, hogy az istállalba kitermelődik ide, az mind kézzel kerül felrakásra, de legalább már kint nem kell kézzel felrakni. Régen úgy csináltuk, srácok, hogy ugye amit otthon már egyszer felraktunk trágyát, kivittük a határa, a határon szintén még egyszer felraktuk ugyanarra a pótkocsira, azt kézzel leszavortuk, úgyhogy régen új volt, de most már így van. Szépen meg van rakva fiúk közben. Itt van Csabi is. Itt vagyok, fel vagy iratkozva? Fel, gondolom, mert ha nem vagy, iratkozz fel. Ennyi. Csabi, hey, milyen trágya ez te? A gumi kibérem azt a mai napot, mire megjön az új. Mikor jön már meg az új gumi? Meg kéne egy napokba. Lexi! Ne szóljátok semmi, srácok, mert lehet, hogy kincs van-e, érted? Lehet, hogy kincset keresünk, ki tudni. Csak figyelnek ilyenek a csendben, érted? Ha van valami, akkor megfogni. Lexi, ott a kincs, az jó zsadásom. Ebben van minden pace. Mi kutyák ezek te? Nél, ráfasz a kiukra. Nél. Nél. Nem tudom, azt fogja benne mamán áltani. Nem tudom, nem akadt fel a grup. Hogy menjek vele? Megpróbálj. Hogy akadna fel? Mindig ott vittük ki mamán, amikor meg volt rakva is. Hát csak egyre rosszabb az úgy. Gyere. Megpróbálj itt mamán átmenni, vélő, hogy minél közelebb legyen, ne kelljük olyan messzire. Megmutassuk srácok most, hogy milyen vastagon szavuljuk. Ezt elmondtam, igen. Hála az egynek, hogy olyan jó ideje van, hogy öröm kint lenni most dolgozni. Addig, amíg megyünk, Danival beszélgessetek meg velem, érted? Gyere. Így van, gyertek be a fülkébe. Na, benn vagytok? Benn. Benn is vagyunk. A rakománnyal elindultunk, hely. Alig várom, már ne legyen rakva a földbe, már egy, akkor le lesz tudva egy problémánk. Akkor már egy gondunk le lesz tudva, hogy el lesz rakva a burgonya. Azt elmondod, hogy ez körülbelül 2 éves. Már csak tavaly előtt őszem volt. Azt hiszem én is. Ez 2 éves érett birkatrágya, hely, ez nem akármi. Jó. Igen, meg azért mondtam a fiúknak, hogy lehet, hogy most ha ezt szavarjuk rá, akkor jobb lesz, mint az, amelyik már ott el van száradva. Az sincs teljesen elszárad, amit tegnap hoztunk. Lehet, hogy a jelentőség, a haszna ugyanolyan jó, mint ennek. De valahogy ezt meg nem tudom, ezt akarom rávinni mostan. Meg ha már itt van, most akkor ne kell még most ássuk, majd akkor kiássuk onnél, mikor lesz rá több időnk. Mert most itt van már a nyakunkon az abveti is. Viszont még elég lesz rá. Most már lassan csapjön az abveti is. Igen. Úgy, srácok, tartsatok velünk minden videóban, csak lehet, hogy mire ez a videó fent lesz, már akkor az abba lehet, az abba felütben lesz, de nem számít. Nem biztos, nincs kizárva. Az a helyzet, fiúk, hogy most itt nagyon sok meló van nekünk. Meg az a helyzet, hogy hamar jött a jó videó, nagyon. És attól is félünk, hogy az abba lehet elősök, az nem lesz, nem fog kikelni, nem kap esélyt. Meg az a baj, hogy nem... Olyan már a fejük, mint a tetején, mint a csont. Meg a másik probléma az, hogy szinte semmi tél nem volt, fiúk. Se jó fagy, se semmi. Elég nagy baj az nekünk azért, hogy a fiérek amennyi van, fiúk, egyre több lesz, még több permetezés fog igényelni a talaj, még több szert. Ezért próbálj legalább, amit mi megeszünk, azt úgy megtermelni, hogy a lehető legkevesebb szert kapja. De rossz itt bejön itt mamánál. Kapar a kicsiken ilyet. Van azon hely. Ne, elfelé. Itt kellene figyelni, hogy fel ne akadjon. Nem akad a fel, itt szoktuk kihozni máskor is. Tegnap, amit hoztunk, egy szóra ott, amit kézzel raktunk fel a kinti hodájunkból. Most ezt odaszorjuk mellé, és meglássuk, hogy mi lesz, meg hogy lesz. De biztos, hogy arra nyugodt a fejedek. A kesztyűt mindjárt elmarad innen, te! Na, itt vagyunk az első fuvarról már. Így néz ki, amit tennap rászavartunk.
Nem azóta még száradt, pedig mondjuk olyan sokat nem tudott, mert még ugye nincs olyan késő, még nem, nem nagyon ilyen a napsó. Még lassabban mennyi, még több kakaó mennyi, így rá! Jó! Mennyi lassabban! Egy nyomra mennyi ki egy szauróval szinte! Cseppet elintéztem magamat, még itt videóztam. Mit meg nem teszek, mi? Na ezt mondom nektek, fiú, körülbelül így képzeljétek el majd. Na. Van még sokat. Mit mondott anya? Van még ott egy 200 euró. Ha billet, ami nem kell ide, akkor szóljátok rá túl. Ez mindenre jó. Ide még hozunk. Ott a szíli még egy nyommal feljön. Még itt is teszünk rá. Na közben srácok, a harmadik szauróval hozzuk erre a földre. Jó, az előbb az egyik szaurónak a... Ugye amit láttatok, az imént kiszorodott abba oda felfel, ami maradt még. Úgyhogy most kapja a harmadik anyagot. Lesz rajta hely. Ez az igazi műtrágy a földnek. Ezt a többi lassú sebességből még több menjen rá. Az Isten szakadni. Lánc meg akarna valami, hogy mi kell akarni. Keményen meg lesz trágyázva, de hát ez még így szoktuk, ezen mondom már van rengeteg trágya pedig ezen a földön, de most ismételten még megkapja azt, amit kell neki. És akkor utána jó. Reméljük, hogy jó.
szerintem körülbelül ennyit rágyom, már elég lesz. Nézzük, hogy mit rágyom van ezen helyen. Meg kell tehát ennél többet már. Mi? Ennél többet már nem kell szerintem rátenni, mert kocsik sáv lenne, de ennyi kell rá, hogy legyen rajta. Na, befejeztük, fiúk, a burgonya. Az garanciás lesz, ne fiú, hogy azon van. Azon van annyi gani, hogy már többet nem bír el a főd. Elbírni, mert lehet tenni rá, hogy mélyteresen is gani, de nincs értelem annyit rátenni. Ugye most már úgy döntött, azt mondtuk, hogy kiszorog Lucernára ide. Ugye Lucern a miénk. Mind a két oldalt. Úgyhogy azt mondta annyi, hogy szorjuk rá a Lucernára, én megmaradt, úgyhogy most kiszorjuk a maradékot, mi van itten. Erre a Lucernára. Megnézzük, hogy mennyivel lesz másabb ott, ahol most megganézzük a Lucernát. Nem sok van itt, most már ennyivel. Még körülbelül egy olyan. Még mindig van két szóra, ahol a test. Ez jó írat, Gani, ez tényleg. Ez se lesz már itt, szépen el lesz takarítva a terület. Nincsenek már értelmét tartani. Tudtam, hogy foglalja a helyet, úgyhogy úgy lesz olyan gyep alatt a fiú. Hát itt körülötte is olyan volt, hogy levolt nyílt, ami mindig háromszor akkor, mint a másik autó, mint itt. Nyílt, ami milyen nagy. Gonyai túlhelye, annyira erősre fért a fágya, hogy... Nagyon erős van ez a lényeg. Nézzük, akkor melyik lejjebb, mert egyik hamas tagon. Pedig azt hittem, hogy lefele adod rá úr. Nem. Úgy veszed le? Aha. Én már rosszul tudtam tegnap is. Na lássuk akkor a Lucern a szaurást. Szia, híret. Birkat rágyát, hey. V3-on megyünk mostan. Annyira vastagon ne legyen, azért visszábbis vettem egy kicsit. Csak nem fogok kiégetni, remélem. Ugyancsak felmér, jó. Egy kicsi kapor vele. Ó, de jó lesz hely. Gyönyörűen szóra, nem tudom, lássátok itt. Fordulás, ami kapcsolja mindig a gardán. Na, hogy valami gond legyen. Ugye srácok, most már beindult a tavaszi élet. Csinálgassuk. Minden nap más munka. Nyomni kell.
szívben menjen rá. Nem olyan túl vastagon, de pont elég lesz, így jó. Úgy a srácok, örülünk, hogy itt vagytok. Csapattok egy lájkot. Meg irakozzatok fel a további tartalmakért, hogyha nem akarnátok lemaradni. Kísérült. Di, mekkora csirke van itt helyi? Honnan került ez ide? Tudja. Mert Dani visszaírt, vitt a szomszédnak egy kupa trágyát, azt mondta, hogy kérjen neki veteményesre, és adtunk neki egy kupa trágyát, jó írett trágyát neki is. Leszítem még, hogy másfél szauróval, úgyhogy utána be lesz fejezve. Mi Dani megrakja, kiszállok. Ó, de jó lesz. Jó kis íret rágya, hely. Ezt még kézzel hordtuk ki a hodályból, kézzel ástuk, kézzel raktuk. Ez a szauró még tele lesz, nem sok marad. Úgyhogy akkor négy szauróval volt most, mert már kiszautunk, hogy jött el, még az őszön. Á, volt itt azért. Ne vigyem haza a kerbe, te! Vagy majd ami marad haza viszem, most ott letakarítsuk a lapáttal. Szépen megvannak indulva lucernák is, repceik is. Ahogy de jó kis íret rágya, hely! Azért nem mindennapos. Jobb, mint a tehét rágya ötször, hely, hanem tízszer. Lesz még egyet, elég lesz. Többet visszük haza a kerbe. És ott szépen letakarítsuk a szaurót. És akkor most egyelőre ennyi. De fogunk szólni trágyát most tavasszal. Lehet, hogy a szántásra szórjuk rá, és akkor beletárcsázzuk, majd meglássuk még. Úgy öreg!
a bokor mellé hozzá még egyet. Innen felvesz még egy kupával, és többit hazavisszik akkor. Jó! Pacek minden! Az jó! Aha! Jó! Szépen felvett egész a földig. Hát már jó, hogy erre szakarítva. A jó kis 33-50-es hely. John Deere kupával, azért nem minden nap látod ilyet eladót, hogy eredeti gyári John Deere kupával. Azért nem mindegy, hely. Elég lesz rá. Elég lesz rá. Ó, jaj. Hát ez jó, megraktad. Elég a. Na, menjünk szavruk még ezt ki hamar, gyertek! Ahogy jó lesz. Aha. Úgyhogy elkezdődtek jönni az órák megint a traktorba, most már. Szóljon. Lefel mell kettesen, mert dumnak felfele, dumnak lefele nem szórjon el jól, mint felfele, mert ugye van egy mindig előfele bukik. De amúgy van itt egy elég kemény part, nem tudom, hogy feltűnti nektek. Ilyeset csináltunk még, hát valami lesz vele, így a főt tetején, mert még nedves a főt, csak felveszi. Ez a műtrágya, hely! A biótrágya! Srácok, elékeztünk lassan a vlog végéhez, bemutassuk, hogy össze a takarékkal, ahogy tudtok el a kupával, így. Hát jó, igen, jobban nem tudtam összeszedni, vagy igényre már, mert hiába húzgáltam ide-oda, nem szedi fel jobban evel a sima kanállal. Sima kanállal így tudtam megoldani, ilyen lett, én szerintem jó lesz. Jobban megoldottam, hogy értem a kommentbe. Te megoldottad volna jobban, te? Jobban, na. Viszem haza még a kerbe ezt, letakarítom egy lapáttal a szavarót, most a szavarásnak ennyi egyelőre. Majd hamarosan jövünk a rakással. Következő videó, még azért lehet, hogy lesz valami, meglátjuk, hogy mikor rakjuk még a burgonyát, lehet, hogy már elrakjuk már ma, holnap meglássuk. Állj ma így a nappal szembe. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, ha tetszett, mindenképp dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok. Csabinak a csatornájára is, a leírásban a linkjem. Igen, keresetek majd, rá. Majd lehet, hogy lesz ott is videó, meglátjuk még. Köszönjük a figyelmet, tényleg, ha tetszett, mindenkinek dobjon egy lájkot, iratkozzon fel, komment, bírjatok véleményt, itt van Csabi is. Én is búcsúzok. Cső! Sziasztok!